A kutyával való foglalkozás az számos jó tulajdonsággal bír, illetve számos kedvező eredménye lehet. Nem mondom azt, hogy a kutya feltétlenül okosabb lesz attól, hogy sokat foglalkozom vele, de az, hogy a kutyának különböző feladatokat tanítok meg, különböző új szituációkba helyezem a kutyát. Nem mindig ugyanaz a napi rutin megy, és magára van hagyva a kutya, azt csinál, amit akar a kertben, vagy abból áll a napi foglalkozás, hogy leviszem háromszor pisiltetni az utcára, és adok neki enni időnként, hanem feladatokat adok neki, tréningezem. Ettől a kutyának, hogy úgy mondjam, a viselkedése sokkal érdekesebb, szórakoztatóbb lesz, és bizony a kutya használja az agyát, tehát jobban föltalálja magát új helyzetekben. Egy olyan kutya, aminek soha semmilyen feladatot nem adott a gazdája, az, hogyha egy hirtelen váratlan helyzetet kell megoldania, akkor igazából nem tud semmit csinálni, mert nincs felkészülve ilyenfajta kihívásokra. Ez nagyon hasonló arra, mint amikor embereket különböző szituációkba hozok, különböző feladatokat oldatok meg velük. Nem csak azt az adott feladatot fogják megtanulni, hanem eleve azt a szituációt kezelni, hogy igen, itt feladat van, itt elvárás van, most teljesíteni kell. Egy olyan kutya, amit életében először visznek el mondjuk kutyaiskolába, vagy életében először kerül egy új helyre, mert azon kívül csak a kertben vagy otthon volt, sok esetben gyakorlatilag láthatóan összeomlik ettől a helyzettől. Annyira kevésbé magabiztos, annyira csak a gazdán lóg, nem tud semmit csinálni, nem szokott hozzá ilyenfajta szituációkhoz. Tehát igenis, a kutyával nagyon jó, hogyha foglalkozunk, nagyon jó, ha új dolgokat tanítunk neki, sok emberrel találkozik, sok helyre elvisszük, mert ettől, hogy mondjam, sokkal inkább felkészültebb, talpra esettebb, magabiztosabb állatot kapunk. Nem feltétlenül hívnám ezt intelligenciának, ezt cselekvőképességnek és, hogy mondjam, talpra esettségnek is hívhatjuk.